összes rendszer közül, amelyel a világot kontroll alatt tartják, talán a pénzügyi rendszer a legfontosabb, és ezt fogjuk megnézni röviden. Az egyike ezeknek az intézményeknek természetesen az IMF, a másik a World Bank, azaz a Világbank, illetve a Bank of International Settlements, a harmadik. Ezen kívül a központi bankok, az adórendszer, a jövedelemadó rendszer különösen, illetve a kamatokból származó bevétel, valamint természetesen az adósság rendszere maga az, ami megbénítja az egész világot. Ez az egyszerű ábra bemutatja, hogy hogyan teremtik a pénzt az Amerikai Egyesült Államokban a Federal Reserve bankrendszer segítségével. Megnyugtatok mindenkit, ez a rendszer működik az egész világon. Egy-egy országnak az állama pénzért folyamodik ehhez a Federal Reserve rendszerhez, amely központi bankrendszer, ami aztán pénzt ad az állam számára, mint adósság, ugye a semmiből teremti a pénzt. Az állam pénzt kér egy magánbanktól, bankrendszertől, és ez a rendszer, mint adósságot fogja adni ezt a pénzt az államnak kamatokkal. Természetesen ezért nem tudja egyetlen ország sem visszafizetni az adósságát soha. A rendszer így van kitalálva. Ha belegondol mindenki azt, hogy egy országnak egy magánrendszerhez kell folyamodni a pénzért, akkor megérteti azt, hogy mennyire nevetséges a helyzet, amiben belekerültünk azáltal, hogy mindenki azt mondja, hogy ó, engem nem érdekel, majd lesz valahogy. Persze, hogy lesz, így lett. Ez az, ahogy lett. Egyszerűbben pedig az állam pénzt kér a banktól, a bank nyomtat pénzt, odaadja az államnak, 10 egységre azt mondja, hogy itt van 10 egység, nekünk kell vissza a 12, így természetesen soha az életbe nem fogja tudni visszafizetni a pénzt. Hiszen ha mindenki belegondol, lelassít, leül és elgondolkozik, ha 10 egységet kérek, 10-et kapok, és 12-t kell visszafizetni, honnan jön a 2 extra, amit én nekem vissza kell fizetni. És ez az az abszurd rendszer, amennyiben élünk. És az emberek, ez az a rendszer, amire azt mondják, hogy ó, engem nem érdekel, majd lesz valahogy, majd megoldják, én ezt nem értem. Persze, hogy nem. Azért nem, mert ezt akarják, hogy ne értsük. És úgy lesz, hogy így lett. Ez az, ahogy lett, mivel senkit nem érdekel. Még egyszer elmondom lassan. 10 egységet kölcsön kér az állam egy magánbankrendszertől, amelyet a világ legbefolyásosabb emberei uralnak. 10 egységet megkap, és 12-t kell visszafizetni. Honnan jön az extra 2 egység? Hogy fogja tudni visszafizetni? Sehogy. Elárulom, hogy sehogy, azért, mert a rendszer úgy van kitalálva, hogy soha senki ne tudja visszafizetni az adósságot. Így mindannyian az örökké valóságig azért dolgozunk, hogy a kamatokat visszafizessük, hiszen az egész tartozást lehetetlen visszafizetni, hiszen nincsen annyi pénz körforgásban, amennyi adósság van. A rendszer ugyanúgy, mint minden más, egy hazugság, egy hoax. A következő probléma az egész rendszerrel az, hogy olyan elven működik, hogy a pénznek egy töredékét kell csak a banknak megtartania, annak, amit bevesz, a többit kiadhatja, mint kölcsönt. Ezt Fractional Reserve Bankingnek hívják. Sajnálom, nem tudom a magyar kifejezését, és mindenki meg tudja nézni magának. A lényeg az, hogy egy töredékét kell megtartani annak, amit eljesztek a banknak. Ezt jelenti a Fractional Reserve Banking. Próbálom elmagyarázni villámgyorsan, hogy ezt mit jelent. Ez a karakter $1000 elhelyez a bankban. Még egyszer mondom, ez mindenhol így működik az egész világon, úgyhogy teljesen mindegy, hogy dollárban van, lehetne makban is, mindenhol így működik. $1000 elhelyez a bankban. Ebből az $1000 egy töredékét, azaz ez a fractional, egy töredékét, azaz $100 kell. Általában így működik az arány is 10%, de van ahol 40. A lényeg az, hogy egy általában 10%. De mindenki utána nézett, hogy melyik országban hogy működik, mely százalék, amelyet meg kell tartaniuk.
Én ezzel a 10%-kal fogok dolgozni. 1000 dollárt elhelyeznek a bankban. 10%-ot meghagy a bank magának. 900 dollárt, az 90%-ot ki ad, mint kölcsönt. Ezt a 900 dollárt el is költi, ugye ez egy kölcsön. Megkapja ez a harmadik ember. A második megkapja a második karakter a 900 dollárt az 1000-ből. Elkölti, ugye, mert egy kölcsönt kapott. A harmadik karakter megkapja ezt az összeget, és egyből szalad a bankba. Ekkor 1900 dollár van a rendszerben, ugyanis 1000 jött be, 900 ment ki, 100 maradt meg. Hogy miért is van 1900? Hiszen ha ez az ember visszatér, neki 1000-et kell adnunk, míg ennek az embernek 900-at már odaadtunk, tehát az 1900 azonban nincs 1900 dollár, hiszen a banknak csak 100 dollárja van. Amint ez az ember megjelenik, onnantól kezdve ez a bank csődbe ment, hiszen nem tudja kifizetni az 1000 dollárt. Remélem érthető mindenki számára. 1000 dollárral tartozik ide, 900-at azonban már abból ide adott ennek, 100 dollár van a bankban. Ez az ember beteszi, ugye elmegy a bankba, beteszi a 900 dollárt a bankba. A bank 90-et meghagy magának, 810-et kiad. Így 2710 dollár lesz forgalomban, és 190 dollár fedezet van mindenre. 1000 dollár ide, 900 dollár ide, 810 dollár ennek, 2710. Azaz, ha megjelennek ezek az emberek a bankban, akkor nem lesz a banknak pénze, hogy kifizesse azt, hiszen mindössze 190 dollárja van, mi pedig már 2710 dollárra garázdálkodunk. Nézzük meg, ez a karakter, az ötödik, elmegy a bankba, beteszi a 810 dollárt, 81-et meghagy a bank, 729-et kiad a bank, 3439 dollár lesz forgalomban, azonban csak 271 dollár fedezet van erre. Amikor megjelennek ezek az emberek a pénzükért, abban a pillanatban a rendszer összeomlik, és ez így megy tovább, egészen addig, amíg még lesz pénz, amit a bankba beletesznek az emberek. Pontosan ez történt, ez történik akkor, amikor az emberek tudják azt, hogy problémák vannak a gazdasággal, és eljutnak arra a megállapításra, hogy jobb, hogyha náluk van a pénz, mint ha a bankban, mert az aztán nem fogják tudni kivenni a bankból. Ekkor az emberek megjelennek a bankban, megpróbálják kivenni a pénzüket, vagy a bankautomatánál, és akkor előáll az a szituáció, ami az összes eddigi világválság idején, amit angolul bankrunnak hívnak, mikor az emberek megrohamozzák a bankokat, és megpróbálják kivenni a pénzüket. Legutóbb 2008-ban volt erre példa a gazdasági világválság idején. Ez például a Northern Rock Bank, ami Angliában van természetesen, és később ugye ezt meg is vásárolta a Virgin, hiszen a probléma az, amit itt megpróbáltam bemutatni. 3500, 3400 dollár forgalomban, 271 a bankban. Amennyiben az emberek megjelennek a pénzükért, nem lesz miből kifizetni, ekkor előáll ez a helyzet. Amit láthatunk ma Dél-Amerikában különösen, de egyébként Görögországban is volt erre példa, meg hamarosan mindenhol ez lesz. Azért, mert mindenki azt mondja, hogy majd lesz valahogy, és majd megoldják. Én nem értek ehhez. A helyzet az, hogy nem csak az emberek mondják azt, hogy nem értenek hozzá, hiszen ez egy felmérés, mégpedig ez egy angliai felmérés, Bank of England 2014, ugye az Angol Nemzeti Bank 2014-es felmérése. 10-ből 7 parlamenti képviselő azt képzeli, hogy csak és kizárólag az állam képes pénzt előteremteni. Az állam nem képes pénzt előteremteni. Az állam kölcsön tud venni magán bankoktól. Egy a 10-ből tudja azt, hogy a pénz úgy keletkezik, hogy a bank kölcsön ad valakinek. A bank kölcsön ad valakinek, kölcsön ad valakinek, így teremt pénzt, hiszen 1000 dollár folyt be, 100-at megtartott, 900-at kiadott, 900 dollár teremtett. 1000-re tartozik ide, 1000-re tartozik ide.
1900 dollárt már is teremtett az 1000 dollárból. Játssza végig mindenki saját magában ezt a tizedik lépcsőig, és meglátja, hogy a végén mennyi pénz lesz az, amennyit a bank teremtett 1000 dollárból. Ez a végtelenségig megy ez a kör. És ez 1000 dollár. Képzelje el mindenki azt, hogy mennyi pénz van forgalomban, és mennyi fedezet van rá. Úgyhogy milyen szituációban vagyunk. Világ gyorsan nézzük meg, hogy mi az értelme ennek, és hogyan manipulálták ezt az egész rendszert idáig. 1913-ban, ahogy az előző videóban kiderült, létrejött a Federal Reserve bankrendszer. Elkezdődött Amerikában, és aztán az egész világon átvette a hatalmat. Amerikában 1913-ban meg ugye aláírták a Federal Reserve Act nevű rendelkezést, ami lehetővé tette magánbankároknak, hogy átvegyék a hatalmat a pénz előállítása fölött, és elkerült ez a hatalom az Amerikai Egyesült Államoktól, onnantól kezdve az állam kölcsön kellett, hogy kérjen ezektől a bankároktól. Ezzel kikerül a pénz kontrollja az állam kezében. Nem mintha sokkal jobb kezekben lenne, de még mindig jobb, mintha a bankárok kezében van. 16 évvel később, illetve bocsánat, igen, 16 évvel később a gazdasági világválság bekövetkezik 1929-ben, és a tőzsde összeomlik. Ugyanazok az emberek, akik a tőzsdét irányítják, irányították a bankrendszert. A lényege az volt, hogy összeomlik a tőzsde, mindenki megrohamozza a bankokat, a bankok pedig nem tudnak fizetni, ezért el kell adniuk azokat az értékeket, amelyek rendelkezésükre állnak. Ezek épületek és különböző befektetések a világ különböző pontjain, bármiféle dolog, ami ingóság, illetve ingatlan, vagy ingóság, berendezés, teljesen mindegy, pénzéket tenni, hogy fizetni tudjanak az embereknek. Amennyiben nem tudnak fizetni, a bank bezár, és az emberek természetesen elvesztik a pénzüket. Ez az ábra azt mutatja, hány bank zárt be 1892-től 2008-ig. Ez itt a gazdasági világválság 1929-ben. Több mint 4000 bank ment csődbe. Illetve hát majd, hogy nem, ha összeadjuk 29-től 34-ig, akkor látjuk, hogy majd, hogy nem 10 000 bankról van szó, de legalább 7000 bank. Legyen 7000 bank, ami csődbe ment. Ezt mindet aztán felvásárolta az a nagy bankrendszer, az a néhány bank, akit ma úgy ismerünk, mint Citibank, Bank of England és a nagyobb bankok. Ezek azok, akik uralják a bankrendszert azzal, hogy a kisbankok csődbe mentek, ők megvásárolták őket, és ugyanúgy, ahogy a médiát, ugyanúgy, ahogy az oktatást, a politikát és az összes többi rendszert a világon, néhány ember ural, és a hatalom az ő kezükben összpontosul. Ez volt az értelme az egésznek. Az, ami 2008-ban történt, az egy hasonló művelet volt. Ez itt 1990 az úgynevezett dotcom boom, aminek ugye az a neve, hogy dotcom boom, amikor az internetes cégek befülöttek ugyanúgy, ahogyan 2008-ban a különböző pénzügyi termékek. Azt meg kell értenie mindenkinek, hogy amennyiben a pénz akkor teremtődik, amikor kölcsön adnak, pénz elpusztul, amikor visszafizeti valaki a kölcsönt. Hiszen amennyiben valaki visszafizeti ezt, akkor 1900 forint helyett csak 1900 dollár helyett vagy forint helyett csak 1000 dollár lesz forgalomban. A banknak az a célja, és mindenkinek, hogy a pénzt teremtse, hiszen ebből van haszna, a semmiből pénzt csinálnak. Most már nyomtatni sem kell, vagy pénzérmét verni sem kell, egyszerűen csak beírnak nullákat és egyeseket, vagy számokat egy gépbe. A pénz egy virtuális eszközé vált. Ez az ábra ugyanezt szimbolizálja, illetve mutatja be, 100 egység, 10 egység megmarad, ez ugye a reserve, ami a maradék, vagy amit félretesz a tartalék, 90 kimegy, 10% megmarad, 9 egység, 90% kimegy, az 81 egység, és a többi, és a többi. Ugyanúgy, ahogy az előzőn láttuk. Hogy magyarul is lássuk ezt az egészet, a fiat pénz fogalma, Costa del Sol magazin. Fiat pénz fogalma
a fedezet nélkül forgalomba hozott pénzeszközöket jelenti, ami tulajdonképpen a pénz, amit mindenki szorongat a kezében. A hit, hogy a pénz mögött valós érték van, és a bizalom, hogy ez a pénz bármikor valamilyen valós értékre váltható, hiszen az a pénz értéke nullával egyenlő, ami a pénztárcánkban van. Annak a pénznek annyi az értéke, ameddig az emberek elhiszik, hogy azért még más tudnak venni. Amint nem fogják elhinni, azért nem fognak adni semmit. A pénznek azért van értéke, mert venni tudunk belőle élelmiszert, ruhát, különböző szolgáltatásokat. Amikor azok az emberek, akik ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket árulják, azt fogják gondolni, hogy ők nem fogják tudni továbbadni azt a pénzt, onnantól kezdve a pénz értéke nulla lesz. Azonban a szolgáltatás vagy a termék értéke még mindig ugyanannyi lesz, amennyiért az emberek majd meg, amennyire az emberek majd meg akarják azt szerezni. Ezért más az arany, aminek önmagában ugye van értéke, hiszen az bármikor el lehet majd cserélni valamire, hiszen az emberek hiszik, hogy azért majd később ugyanúgy el fogják tudni cserélni valami másra. Ez például itt dr. Karl-Heinz Bröbeck, német közgazdasági professzor és szaktekintély így fogalmaz. A pénz semmi más, mint egy nyomtatott papír, amit a feltételezett értékkel látunk el. Nem egyszerű megérteni, azonban remélem, hogy világos az, ahogyan megpróbáltam elmagyarázni. A pénz értéke mindaddig megvan, amíg valaki azt hiszi, hogy majd tovább tudja adni valami más termékért. Azonban a pénzzel nem tudunk semmit csinálni, azon kívül, hogy begyújtani esetleg. Ezen kívül az értéke nulla. A pénzügyi rendszer magában hordozza az ismétlődő válságokat. Egyre több pénz, friss pénz kerül forgalomba, miközben szemet hunynak a mélyebb okok felett. Ludwig von Mises, jeles közgazdás így ír. A banki és monetáris politika csak átmeneti javulást képes elérni, hiszen ahogy a Federal Reserve-nél megláttuk, amennyiben pénz jut a piacra, az értéke a pénznek csökken, hiszen minél több van valamiből, annál kevesebb van. Azonban, amíg pénz jut a piacra, még lehet kölcsön adni, még lehet építkezni, még lehet dolgokat vásárolni, hiszen az emberek azt hiszik, hogy minden megy tovább a régiben. Aminek egy súlyosabb katasztrófához kell vezetnie, ugye a 2008-as az egyáltalán nem az a kaliber, amiről ők beszélnek. A kár a nemzeti vagyonban annál nagyobb, minél tovább sikerül létrehozni egy hamis virágzást az újabb hitelekkel. Hiszen annál több nemzeti pénz lesz forgalomban, annál kisebb lesz az értéke, az infláció mértéke annál nagyobb. Hiszen minél több van valamiből, annál kevesebb az értéke. Ezért minél tovább folyik ez az úgynevezett quantitative easing, ugye a mennyiségi szabályozás, vagy mennyiségi könnyítés, úgymond a rendszert könnyítik meg azzal, hogy pénzt pumpálnak a rendszerbe. Minél tovább folyik, annál nagyobb katasztrófa várható, és annál nehezebb lesz. Aranymagyarország.hu így fogalmaz. A jelenlegi hitelpénzrendszer, ugye a fiat, ez jelenti fiat valamiből valamiből életre hívott, a semmiből életre hívott, ez a fiat pénzrendszer, a fiat money, így hívják, fiat pénznek hívják, amivel mi fizetünk ma. Az állandósult fedezetlen papírpénzrendszer a francia forradalom után kezdődött kifejlődni. Több király és herceg is készséggel vette igénybe a felemelkedőben levő bankár dinasztiák szolgálatait. Oly sikeresen kamatoztatták a királyi családok vagyonát is, hogy hamarosan magán bankházak vették át a birodalmak pénzügyinek kezelését. Aki azt gondolja, hogy az állam nyomtatja a pénzt, hogy ő kezeli a pénzt, az nagyon téved, hiszen a kezdet kezdetétől nem így van ez. És mármint a mostani nagy birodalmak kezdetétől, és magánbankházak kezelik a pénzeket, ugyanúgy, mint minden mást, a médiát, az oktatást, a tudományt, vagy a politikát, az emberek, mi át lettünk verve, amennyire csak lehet. A közhatalmat képviselő uralkodók, parlamentek, kormányok hamarosan rájöttek, hogy az állami szuverenitás részét képező monetáris hatalom, tehát maga a pénzkibocsátás joga, ami az állam függetlenségének alapját képezi, az, hogy képes legyen az állam a saját pénzét kibocsátani, magán kézbe kerülése, amiről itt szó volt, egyben a befektető bankárok kizárólagos ellenőrzését és hatalmát vonja maga után. A világot ezek az emberek irányítják,
Megkezdődött a bankár dinasztiák és kormányok évszázados harca a háttérben. Mayer Rothschild idézete: engedjék meg, hogy ellenőrizhessem egy ország pénzrendszerét, hogy ki hozza a törvényeit, már nem érdekel. Federal Reserve 1913. december 23-án, Federal Reserve System, ugye ennek a létrehozása, erről volt szó, korábban 100%-ban magántulajdonban levő központi banknak 8 magánbank a tulajdonosa. A Federal Reserve Bank az nem állami, nem tartalmaz semmiféle pénztartalékot, mint a Reserve, és nem bank. És 100%-ban magántulajdonban levő központi bank, melynek 8 magánbank a tulajdonosa. Így működik Amerikában, így működik mindenhol a világon. Még ma is általános az a közhiedelem, hogy a központi bankok, jegybankok annak az államnak tulajdonában vannak, amelynek területén működnek. És egy központi bank azt a célt is szolgálhatja, hogy stabilizálja az adott ország gazdaságát központosított hitelrendszer révén. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom azt, hogy központi bankokról beszél, már nem a Federal Reserve amerikai bankról. A központi bankok mindenhol így működnek. Központi bankok csak hitelnyújtással foglalkoznak, és nincs szerepük a megtakarítások összegyűjtésében, hiszen ez mind magánbankokhoz megy. A kereskedelem és a beruházások finanszírozásában csak hitelnyújtással foglalkoznak. Egyetlen feladatuk a kölcsönpénz előteremtése, lényegében a levegőből, vagyis nyomtatják, ezért fiátnak hívják. Továbbá ennek a pénznek a kikölcsönzése az állam számára, hogy ebből fedezze költségvetési kiadásait, hiányait. Ezt csinálja a központi bank. A központi bank előteremti a pénzt és odaadja az államnak kamatok fejében. Azonban a kamatot nem teremti elő. Úgyhogy a kérdés az, hogyan lehet visszafizetni a pénzt, aminek a kamatai nincsenek a kezünkben. Hogy működik ez, ahogy bemutattam az elején a videónak, technikailag ez úgy történik, hogy az államok államkötvényeket bocsájtanak ki, amit a központi bank megvásárol. Az államkötvény az tulajdonképpen egy ígéret, hogy visszafizet annyi pénzt, amennyi rá van írva arra a papírlapra. Az állampapír gyakorlatilag egy adóslevél, amiben az állam vállalja, hogy az előre megállapodott időben a kötvény lejártakor annak ellenértékét kamatostól visszafizeti az adott központi banknak. Honnan jön a kamat? Amikor nem kapja meg a kamatot, csak az alapösszeget. Sehonnan. Az adósságot nem kell visszafizetni. Az adósság sosem azért teremtették, hogy visszafizesse, csak azért, hogy az ember örökké fizesse. Ez így lett kitalálva. Miből fizeti vissza az állam? Természetesen az adóból, amennyiben azok nem fedezik, akkor újabb hitelekből. A tartozás és annak kamatos kamata exponenciálisan nő, ezzel egyenes arányban az adósság és az adók mértéke is. Lásd Görögország. Ha valakit érdekel esetleg a 929-es értéktőzsdéről, vagy gazdasági összeomlásról a történet, itt még egy érdekesség. Ma már elegendő adat áll rendelkezésünkre annak kijelentéséhez, hogy a 929-es New Yorki tőzsde összeomlását, mely kiváltotta a nagy gazdasági világválságot, a Federal Reserve megtervezett intézkedései készítették elő. A City of London bankárai már több mint egy évszázadon át úgy manipulálták a pénzügyi folyamatokat, hogy felváltva hoztak létre inflációs és deflációs időszakokat, mindezt azért, hogy a rendelkezésükre álló pénzvagyot minél gyorsabban növelhessék. Hiszen amennyiben infláció történik és defláció követi azt, akkor akinél a pénz van, az tudja megvásárolni azokat a termékeket, amiknek az ára változik ebben az időszakban. Mint ahogyan megláttuk azt, hogy a bankok, mikor nem tudnak fizetni, csődbe mennek, ezt meg lehet vásárolni semmiért. Így az összes ingatlan, ingóság, minden annak a kezébe kerül, akinél a pénz van. Aki tudja, hogy ez előre hogy fog alakulni. Még egy érdekesség, 1933-ban Amerikában a banki törvény lehetővé tette a dollár aranyfedezetének megszüntetését. Ezzel ugye létrejött a teljes fiat pénzrendszer, hiszen a pénz mögött semmiféle fedezet nem állt. 35-ben a banki törvény szerint, mely kötelezte az amerikai polgárokat, hogy szolgáltassák be az aranyukat, amelyet 20 dollár fizettek unciánként. Kötelezte az amerikai polgárokat börtönbüntetés
fenyegetése mellett. Természetesen az elitnek mindig is ez volt a célja, ahogyan mondtam, az IMF a Nemzetközi Valuta Alap, a Világbank vagy a World Bank, az Európai Közösség, az Európai Unió, valamint az Európai Központi Bank ezeknek a szervei. Az adósság függésen és a kamatfizetésen alapuló rendszert Közép- és Kelet-Európára az úgynevezett Washingtoni konszenzus néven ismert program keretében ültették át, tehát Európában is így működik. 2001 óta a Magyar Nemzeti Bank is független az államtól, és csak az Európai Központi Banknak tartozik elszámolása az ország pénzpolitikájáról, vagyis a kormány a fontos kérdésekbe, így a pénz kibocsátás, hitelezés, kamat, árfolyam szabályozás kérdéseibe nem szólhat bele. A tudatlanság és a közöny egyszer így is, úgy is megkapja a méltó büntetését. Az, hogy nem tudom, majd lesz valahogy, én nem értek hozzá, majd ők megoldják, mindig volt valahogy, az működik egy ideig, azonban az ember körülnéz a világon, akkor látja, hogy örökké nem működik. Azért, mert most még itt nálunk a helyzet olyan, amilyen, és nem olyan, mint Dél-Amerikában, vagy Görögországban, vagy a Közel-Keleten, az nem jelenti azt, hogy ez mindig így lesz. Sőt, az az kellene, hogy jelentse, hogy előbb-utóbb itt is így lesz. És bár ezt nem lehet megállítani, mindenképpen fel lehetne készülni. És az első lépés az, hogy az ember megérti azt, hogy minden hazugság, amiben éltünk, az egész életünk egy hatalmas hazugság. Az elejétől a végéig. Az iskola, az oktatás, a politika, a tudomány, a bankrendszer, minden hazugság. Mikor az ember megérti ezt, onnantól kezdve elkezdhet kutatni az igazság után mindenkinek a legjobbakat, és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!